Gyermekétkeztetés, a szünidőben is kapnak melegételt a rászorulók. Vízummentesség, útlevéllel léphetnek az ukrán állampolgárok az unió területére. Kinevezés, újabb 5 évig Kujbusné dr. Mecsei Éva a levéltár igazgatója. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! A nyári vakáció idején is kapnak ingyenesen melegételt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. Nyíregyházán 1562 gyerek jogosult az ellátásra, az állam 20,7 millió forinttal támogatja az étkeztetést. A megyeszékhelyen június 16-ától 9 helyszínen vehetik majd át az ételt a rászorulók. A kormány még 2015-ben döntött a szünidei gyermekétkeztetés kiterjesztéséről. Ennek eredményeként országszerte 208 ezer hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek részesülhet mind a 4 iskolai szünetben, napi egyszeri ingyenes étkezésben, ha a szülei igénylik. Az önkormányzatoknak a tavalyi év januárjától kell gondoskodniuk az ellátásról. Ennek költségeire a kormány idén több mint 6,5 milliárd forintot különített el. Nyíregyházán 1562 gyerek jogosult a nyári ellátásra, az állam 20,7 millió forinttal támogatja az étkeztetést. Amennyiben ez nem lenne elég, a pénzt az önkormányzat kiegészíti. A jegyző értesítése alapján május 26-áig kellett az ellátottaknak visszajelezni, arra vonatkozóan, hogy igénybe kívánják venni az ingyenes étkezést, vagy pedig nem. Ez segíti a tervezhetőséget, illetve a finanszírozhatóságát a programnak. Nagyon fontos az, hogy az általános iskolások június 19-től augusztus 31-ig tanítási szünnapokon minden nap igénybe vehetik, ez pontosan 55 napot jelent egyébként. Az óvodások esetén, amikor az óvoda zárva tart, egy hónapig vehetik igénybe, és a bölcsődések esetén pedig 10 napra jár ez az ingyenes étkeztetés. A célcsoport az ellátottak köre pedig a rendszeres gyermekvédelmi kezelésben részesülő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek köre. Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés keretében a melegételt a megyeszékhelyen 9 helyszínen vehetik majd át az érintettek, minden munkanapon 11 és 12 óra között. Arra is figyeltek, hogy minden családnak egyszerűen elérhető legyen az ételosztás, így kijelöltek helyszínt többek között az Örökösföldön, a Józsavárosban, Borbányán, a Huszártelepen, Felsősimán, Butykán is, Polyák és Vajdabokorban pedig helybe viszik az adagokat. Vasárnaptól vízummentesen léphetnek a biometrikus útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárok az Európai Unió területére, ahol fél évenként 90 napig tartózkodhatnak. A magyar-ukrán határállomásokon egyelőre nem nőtt a forgalom a vízummentesség miatt. Ez az ukrán család már biometrikus útlevéllel lépett át vasárnap Záhonynál Magyarországra. Nekik már nem kellett vízumot igényelniük ahhoz, hogy az Európai Unió területére léphessenek. Június 20-án éjfélkor ugyanis életbe lépett az ukrán állampolgárok Európai Uniós vízummentessége, így a szabályok szerint Ukrajna az új típusú biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárai ezentúl vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió tagállamaiba. Én rendelkezek biometrikus paszporttal, megcsináltam még ősszel, és most nyugodtan mehetek. A vízummentesség bevezetése nagy könnyítést jelent, illetve gyorsítja a határátlépést is. Egyrészt a biometrikus útlevél egy gyorsabb adategyeztetést tesz lehetővé, másrészt a vízummentességnek köszönhetően egyel kevesebb okmányt kell ellenőrizniük a határrendészeti szerveknek. Ugyanakkor a határátlépéskor az utasnak továbbra is rendelkeznie kell olyan papírokkal, amelyek jelzik utazásának célját, és ha a határőrök kérik, akkor igazolnia kell, hogy van szálláshelye vagy rendelkezik szállodafoglalással, fel kell mutatnia a visszaútra szóló jegyet, egészségügyi biztosítását és egy meghatározott pénzösszeget. A változás a korábbi eljáráshoz képest csupán csak annyi, hogy egyel kevesebb dokumentumra van szükségük a belépéshez, mint ami korábban volt, tehát az ellenőrzés metodikája, összetétele, felépítése az változatlan marad. Nem is csupán a határátlépéskor jelent segítséget a vízummentesség, hanem az azt megelőző procedúrában is. Egy akár több hetes igénylési folyamat szűnik meg a vízummentesség bevezetésével. Az ukrán állampolgárok fél évenként 90 napot tartózkodhatnak az uniós országukban, turisztikai vagy üzleti céllal, valamint családi okokból. A kivételt az Egyesült Királyság és Írország jelenti. Sok ukrán állampolgár készül élni a vízummentes utazás lehetőségével, és az utóbbi hónapokban sorok kígyóztak a biometrikus útleveleket készítő irodák előtt.
A magyar-ukrán határátkelők járműforgalma az Európai Uniós vízummentesség miatt azonban egyelőre nem nőtt. 5 évre, 2022. május 31-ig meghosszabbította a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltára igazgatójának, Kujbusné dr. Mecsei Évának igazgatói megbízását a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója dr. Szabó Csaba. Újabb 5 évig Kujbusné dr. Mecsei Éva látja el az igazgatói feladatokat a Nyíregyházi Levéltárban. A szakember így folytatja azt a munkát, amit 2005-ben igazgatóhelyettesként kezdett, majd 2008-tól igazgatóként folytatott. Az eredetileg pedagógus végzettségű vezető történelmet tanított az Ófehértói iskolában, majd az elméleti tudomány és a kutató munka mellett tette le voksát. Észrevette a levéltárban rejlő lehetőségeket, levéltárpedagógia órákat tartott, közművelődési órákat szervezett az érdeklődőknek. A fennmaradó időben pedig volt lehetősége az elmélyült kutatásra, hiszen várostörténettel, annyiregyházi végrendeletekkel, városigazgatással, ünnepekkel és a mindennapokkal foglalkozott. Ahogy elolvasta a régi írásokat és rendszerezte azokat, egyre inkább kirajzolódott előtte egy kép a régi Nyíregyházáról, ahol emberek éltek és amit sorsok százai színesítettek. Munkáját szerette volna folytatni, elkezdett terveit szerette volna megvalósítani, ezért pályázta meg ismét az igazgatói munkakört. Budapesten a Magyar Nemzeti Levéltárban tartották azt a meghallgatást, ami után készhez kapta azt a levelet, amelyben a főigazgató tájékoztatta, hogy az Emberi Erőforrások Miniszterének egyetértésével újabb időszakra kap megbízatást. Azt látom, hogy a levéltár az egy nagyon különleges intézmény. Egyrészt a hagyományoknak a békjújában van, hiszen olyan feladataink vannak, mint több száz évvel ezelőtt. És a változások korát is éli, tehát paradigmaváltásban van, mert a papír és a ceruza ma már nem elég, hanem bennünket is elért az informatika, és egyre nagyobb teret nyer a számítógép, az adatbázis építés, a másfajta szemlélet, amire szükségünk van, illetve a Magyar Nemzeti Levéltár megalakulása óta közös feladataink is vannak, és nagyon izgalmas, tudományos, országosan lefedett projektekben vehetünk részt. Mindezeken kívül az újra választott igazgató a raktárhelyzetet is meg szeretné oldani, hiszen több irat külső helyszínen van. Ezeket be akarja vinni megfelelő körülmények közé a központi épületbe annak érdekében, hogy azok fennmaradjanak az utókornak. Az érdeklődők az elkövetkező időszakban is részt vehetnek levéltári programokon. A szakemberek tovább viszik a második világháborús projektet, kiemelt figyelmet fordítva a városból elhurcolt polgári áldozatokra. Mindezeken kívül a reformációs pályázaton is dolgoznak a szakemberek. A múzeumok éjszakájához kapcsolódva levéltári délutánt szerveznek, június 24-én pedig bepillanthatnak az érdeklődők a családi láda fiába, ami egy országos vándorkiállítás része lesz. Művészetis diákok festik a napokban a KGST piac kerítését. A tanulók önkéntes alapon a NyírVV felkérésére dolgoznak a Tokaji úton. Ha elkészülnek, közel 200 méteren lesz majd látható a munkájuk. A festést a Színes Város projekten belül végzik el, és azért volt rá szükség, mert a Tokaj-Nyíregyháza bicikliút kivitelezése miatt teljesen átalakulhat itt a városkép. Mivel ez egy új betonrépeg, ez nagyon szívja a festéket. Már a javában festik a művészet és diákok a KGST piac kerítését. Ikonikus városi épületek, nyíregyházi jelképek és mókás életképek kerülnek fel a betonra tanárok közreműködésével. Maga a felület egy speciális, a festők számára mindenképpen egy nagyszerű lehetőség. Az egyéb más területeken tevékenykedők számára sem elhanyagolható. Tehát gyakorlatilag az életre így tudjuk a legigazándiból fölkészíteni a gyerekeket. A diákok már a múlt héten elkezdték a látványos munkálatokat. Összesen 14 tanár és 80 középiskolás dolgozik önkéntesen a Tokaji úton. A tanulók azt mondták, nagyon élvezik, hogy a jó időben nem kell az iskolában lenniük. Most van az utolsó hét, így most tök jó, hogy utolsó héten nem kell bent ülnünk a padokba, itt vagyunk kint a szabadban, festünk, azt csináljuk, amit szeretünk. Ugye ez nekünk is jó, mert ezzel mi fejlődünk, és igen, nagyon élvezik a munkát. A KGST piac kerítése az úgynevezett színes város koncepción belül szépül meg. A munkára NyírVV kérte fel a művészeti szakgimnáziumot.
Összesen 61 kerítéselemet kell kipingálni, ami azt jelenti, hogy több mint 180 méteren graffititől lesz látványos a Tokaji útnak ez a szakasza. Közben a nyírvévé is munkát végez a piacon, egy új főbejáratot építenek. A kerítéseket beljebb kellett, hogy helyezzék a kerékpárút beruházás véget, így egy főkapu építése is van folyamatban, így a kerítésfestés adta magát, hogy most erre az alkalomra legyen kész ez is. A festéshez összesen 250 liter festéket használnak majd fel a diákok. A különleges graffiti a hét végére készülhet el. A Nyíregyházi Egyházmegye első alkalommal rendezte meg a Mária Pócsi futózarándoklatot és családi futófesztivált, ahol kicsik és nagyok, amatőrök és profik különböző távokon versenyezhettek. Mindjárt jönnek a részletek, előtte még nézzük a nap további híreit. Pinteken délután a Korányi Frigyes utcán kerékpáros gázolt egy személygépkocsi, az idős nőt a mentők kórházba vitték. Délután az Országzászló téren a kerékpárúton ütött el egy biciklist egy autós, itt is egy hölgy sérült meg. Szombaton délelőtt Ibrányban egy autós kerítésnek ütközött, majd felborult. A mentők két sérültet szállított a kórházba. Szombaton este Császárszállás külterületén egy autós balra akart fordulni, de összeütközött az őt már előző járművel. Személyi sérülés nem történt. Vasárnap délben sütőben felejtett étel égett oda a Stadion utcában. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók egy középkorú nőt mentette ki az épületből, aki enyhe füstmérgezést szenvedett. Villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi vasárnap délután Nyírpazonyban a Kabalás úton, a jármű vezetője könnyebben sérült. A balesetben a villanyoszlop is megrongálódott, a helyreállítás idején 300 fogyasztó maradt áram nélkül. Hétfőre virradóra a Vasvári Pál utcán egy parkoló autónak nekiment egy másik, majd elhajtott a helyszínről. A rendőrök keresik a cserbenhagyót. Siessünk buzgón az Isten szülőhöz. A görög katolikus egyházi ének most a valóságban is megelevenedett Mária Pócson, hiszen több száz zarándok futott a nemzeti kegyhelyen. A Nyíregyházi Egyházmegye első alkalommal rendezte meg a Mária Pócsi futózarándoklatot és családi futófesztivált, ahol kicsik és nagyok, amatőrök és profik különböző távokon versenyezhettek. Gyalogos zarándoklat, biciklis zarándoklat, motoros zarándoklat. Számos zarándoklatot rendeztek már Mária Pócson, a Nyíregyházi Egyházmegye azonban most új típussal bővítette a zarándoklat fogalmát. Szombaton ugyanis több száz futó érkezett a kegyhelyre az első alkalommal megrendezett Mária Pócsi futózarándoklatra és családi futófesztiválra. Pray and Run, ez volt a mottója a futózarándoklatnak, amivel a szervezők egy kettős célt szerettek volna megfogalmazni. Futás a testnek, imádság a léleknek. Annak az alapvető élménynek az összefüggését akarjuk megadni az emberek számára, hogy futás közben is általában főleg hosszú távú egyfajta lelki élményről beszélnek, amelyet úgy gondoljuk, hogy akár imádságként is megfogalmazhatunk, és hát mi holva máshova érkezhetne meg az ember legszívesebben egy ilyen célban, mint az a több évszázados kapu, ami várja a zarándokokat, ezért raktuk ide Mária Pócsra ezt az egész történetet. A szervezők a zarándoklat mellett egy családi futófesztivált is szerettek volna megvalósítani Mária Pócson, ahol mindenki a saját súlyának, edzettségének, felkészültségének megfelelő módon élvezheti a futás örömét. A fesztivál szellemében volt családi örömfutás is, amelynek mezőnyét Szabó Tünde sportért felelős államtitkár indított el. De a komoly versenyzés is helyet kapott a nap során. Az amatőr és a profi versenyzők az egészen kicsiktől a felnőttekig több kategóriában nevezhettek. A gyermekek 1-2 kilométeres távokon futhattak, a vállalkozó kedvűek és a jókondiban lévők azonban akár a félmaratonnak is nekivághattak. A díjazás sem maradt el, minden befutó egy egyedi érem mellett gazdagabb, de természetesen jutalmazták a leggyorsabbakat is, valamint külön díjban részesült a legsportosabb iskola és a legsportosabb egyházközség is. Folyamatosan tárgyal a játékosokkal a Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda együttesének vezetése. A keret csak néhány helyen változik, egy magyar és egy külföldi kosaras érkezhet.
A nyíregyháziak nem titkolták, szeretnék hazacsábítani Zinger Zoltánt. A játékossal már egyeztettek, és napokon belül megállapodást is köthetnek. Ennek függvénye az is, hogy milyen posztra hoznak majd légióst. A tavalyi keret nagy részével megállapodtak, így nagy mozgás nem várható, ez pedig segíti a szakmai stáb munkáját. Mai magyar kosárlabdára nem jellemző, általában kicserélődnek teljesen a csapatok a következő szezonra, és az elejéről kell kezdeni a teljes taktikai repertoárnak a kialakítását. Nagyon bíznék abban, hogy ez nekünk előnyünk lesz. A tavalyi évben kicsit, nem azt akartam mondani, hogy későn álltunk össze, de nem álltunk össze későn, nem volt várható az, hogy hamarabb összeálljon ez a csapat, mint ahogyan azt tették, de bízom abban, hogy a következő bajnokságban visszatérve erre nekünk előnyös lesz az, hogy már a tavalyi évben is együtt játszott a csapat nagy része, és nem kell mindent az elejéről kezdenünk. A fiatalok közül Fazekas Csabával még tárgyalnak a vezetők, a tehetséges játékos korosztályos válogatott, és idén junior bajnok is lett, így más kluboktól is érdeklődnek iránta. Fejlődése érdekében viszont a cápák abban bíznak, marad Nyíregyházán. Bús Ivánnal is mindenben megállapodtak, a játékossal 2 éves szerződést kötöttek. A felkészülés a jövő hónapban kezdődik, nyár végén pedig már edzőmeccseket játszik a csapat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. A nyári vakáció idején is kapnak ingyenesen melegételt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. Nyíregyházán 1562 gyerek jogosult az ellátásra, az állam 20,7 millió forinttal támogatja az étkeztetést. A megyeszékhelyen június 16-ától 9 helyszínen vehetik majd át az ételt a rászorulók. Vasárnaptól vízummentesen léphetnek a biometrikus útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárok az Európai Unió területére, ahol fél évenként 90 napig tartózkodhatnak. A magyar-ukrán határállomásokon egyelőre nem nőtt a forgalom a vízummentesség miatt. 5 évre, 2022. május 31-ig meghosszabbította a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár Bereg megyei levéltára igazgatójának, Kujbusné dr. Mecsei Évának igazgatói megbízását a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója dr. Szabó Csaba. A hétfői hír összefoglalónkat látták, holnap változékony, de meleg időre számíthatunk. Mindjárt jövünk a részletekkel, híradóval pedig természetesen holnap este is várjuk Önöket a megszokott időpontokban. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!